sportosat. Hírodónk vendége Gál László, az Ózdi Futballklub elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, én is üdvözöllek! Tavaly voltál itt egyszer-kétszer, az Ózdi sportéletről beszélgettünk az Ózdi futballról is, és mindig tudtál egy-két érdekes hírértéket mondani. Az ember azt gondolná, hogy akkor ezzel egy évre úgymond ellőtted a puskaporodat, de nem. Azóta sikerült újabb olyan dolgot véghez vinned, amire mindenki felkapta a fejét. Név szerint arról van szó, hogy az Ózdi Futballklub utánpótlásának a vezetője, jól mondom, vezetője, ugye? Így van. Nem más lett Ózdon, mint Váridi Péter. Ez igaz. A hír igaz, meg tudom erősíteni. Hogy tudtad levinni? Hát, hál' az Istennek, jött ő egyedül és magától, és gépjárművel, de a teljes hiteles története az az, hogy olvastam a Facebookon, nevezzük nevén, hogy megjelent egy hír, hogy Váridi Péter már nem a Mosomagyaróvár edzője. Ez cirka egy 24 órával azután rögtön fel is hívtam, és megkérdeztem tőle, hogy lenne kedve egy Ózdi kirándulást a meglévő szabad idejébe beiktatni. Nagyon aranyos volt, és mondta, hogy persze, természetesen, nem árultam zsákba macskát, rögtön a telefonban elmondtam neki, hogy miről lenne szó. Keresünk egy az utánpótlás vezetőséghez minden szempontból megfelelő szemét, aki az Ózdi utánpótlást vezetni tudja, és rá gondoltam, ezért megkérem, hogy legyen szíves, jöjjön le, még mielőtt bármit is mondaná, nézze meg a körülményeket, nézze meg magát a várost, szagoljon bele egy kicsit a levegőjébe, és utána adjon választ. Ez így is történt, lejött, eltöltöttünk. Oda talált? Igen. Megtalálta Ózdot, hogy hol van Magyarország? Hála az Istennek, azért Ózdot tudják, hogy hol van. És egyre inkább tudják, hogy hol van ez a sportnak, és nem csak a sportnak köszönhetően. De oda talált, lejött, megnézte, körbevezettem, elmondtam az egész koncepciót, amit szeretnénk Ózdon megvalósítani, vagy pontosabban, amiben már belekezdtünk. És arra kértem, hogy záros határidőn belül, mondjuk egy 24 óra múlva adjon választ, hogy elvállalja ezt a feladatot. A letelt idő, vagy letelt idő előtt jelentkezett, és azt mondta, hogy nagyon szívesen elvállalja. Nyilván vannak más irányú elfoglaltsága is, ezt neki össze kellett szerveznie, hogy minden az idejébe beleférjen. Gondolok itt a televíziónál folytatott munkájára. Egy pár nap múlva lejött, akkor már Len is töltötte az első megállapodott idejét. Gyakorlatilag egy héten 4-5 napot lentölt, mint utánpótlás szakágvezető, és bele is vetette magát a munkába, úgyhogy azóta is, ennek most már 2 hónapja, azóta is folyamatosan dolgozik nálunk, csinálja a rákiszabott feladatot, egyre inkább úgy ássa bele magát, hogy látom rajta, hogy elkapta az a bizonyos gépszíj. Ezért a klubvezetése, meg egyébként az ott dolgozott, mindent meg is tesznek, hogy ez a gépszíj elkapja, vagy elkapta. És ma már ténylegesen is, mint utánpótlás szakágvezető, annak az összes súlyával ténykedik. Mi az, ami úgy elmondható, és a laikus is értse, mi az, amit elvártok az egykori szövetségi kapitánytól? Nem ez a jó szó rá, hogy elvárunk, mert ez ad egy kicsi olyan kötelező jelleget. De gondolod, hogy van egy feladat, amit elvártok azért? Egy leírt pontos szerződése van, de ez nem elvárás, hanem én azt gondolom, hogy ő azt vállalta el,
ami egy jól teljesítő klubnál az utánpótlás szakágvezető feladata. Azt azért, ha nem is zárójelben, de nagyon fontos kiemelnem, hogy egy működő, egy felállított rendszerbe vállalta vezető szerepet, mit is értek ez alatt, óvodákkal, iskolákkal, az ötszegyi veltes, ózdi családvédőkkel, valamint a kisebbségi önkormányzattal már meglévő aláírt szerződéseink vannak. Ezeknek mindegyiknek a fő tartalma a tehetséggondozás. Mi ezt a Magyar Labdarúgó Szövetség által eleírt tehetséggondozást nagyon-nagyon komolyan veszük ózdon. Próbálunk ennek megfelelni. Gyakorlatilag, ha számszerűsítők, hogy érezzék az arányokat a kedves nézők, én úgy gondolom, hogy ez olyan 2000-2500 gyereket érint. Ezekkel az iskolákkal lévő kapcsolattartás, valamint az ózdi futballklubon belül lévő utánpótlás tehetséggondozása, együttműködés az utánpótlás edzőkkel, hála az Istennek most már fölállt egy olyan rendszer ózdon, még a Péter megérkezése előtt, amin azt gondolom, hogy az országban az egyik legjobb, és azért vagyok erre elnökként nagyon-nagyon büszke, mert gyakorlatilag a munkatársaim 99,9%-ban ózdiak, vagy ózdi kötődésűek. Sikerült egy nagyon-nagyon komoly utánpótlás képző és oktató edzőgárdát összeállítanom. Nagyon jól sikerült összeállítanunk a kollégáimmal. Nagyon jól sikerült az életkor szerinti megosztás is, hiszen a 70 évestől egészen a 21 néhány évesig vannak edző kollégáink, és nagyon jó az életkori elosztási arány is. Ez nagyon fontos volt. Nagyon fontos volt az, hogy főiskolát, egyetemet végzett emberek oktassák az ózdi utánpótlást, ezt is sikerült igazából véve tartalommal megtölteni. Úgyhogy egy ilyen rendszernek a vezetője lett a Péter, akiről azt mindenféleképpen el kell mondani, hogy egy nagyon komoly utánpótlás nevelő dinasztiának a tagja, sarja, ugye a Várdi családról beszélünk, és ha elvárást említettél, akkor az elvárásnak ez volt az egyedül és egyetlen komoly pontja, hogy azt elvárjuk a Pétertől, és hogy ennek a dinasztiának, meg ennek a szakmai múltnak, ennek megfeleljen ózdon. Ez volt az egyedüli elvárásunk. Volt terv, hogyha Várdi nem vállalja? Nem. Nem, kerestünk embert, uh-huh. de nyilvánvaló, ez azért független mindenkitől, független az egyesülettől, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb beosztás, beleértve az elnököt, vagy a többi kollégámat, az elnökségi tagokat ma ózdon, mert mi tényleg nem csak mondjuk, hanem úgy is teszünk, hogy az utánpótlás mindenek előtt, meg mindent meg kell, hogy előzzön. Uh-huh. És ennek megfelelően nyilvánvaló az első csapatnak a későbbi jövőbeli meghatározását ezek a játékosok kell, hogy adják. Most ugye megy egy, ugye? Így van. És vezetitek a bajnokságot. Így van. És ha nem lesz felütés, nem végeztek az első helyen, akkor mi lesz? Maga az utánpótlás, ez nagyon érdekes, itt meg kell, hogy említsem az Orán Konticsot, aki az első csapatnak az edzője, aki a mi számunkra úgy szintén egy nagyon nagy igazolás, de meg kell, hogy említsem Gálidi Gyurit is, aki úgy szintén... Ezzel ugye beszéltünk azért, A Péter úgy szintén, ha szabad ilyet mondanom, ugye a prolicenses kategória, igen, tehát edzőként, de azért kell, hogy megemlítsem az Oránt, mert mindenkinél, ezeknél az embereknél nagyon-nagyon fontos volt az, hogy egy olyan modellt lássanak az ózdi fiatalok maguk előtt, ami működött, és edzőként tovább tudják ezt a gondolatsort vinni. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen azért játékosként mindegyikük, bárkit, akit itt felsoroltam, azért minimum válogatott kerettagságig, vagy a válogatottságig elvitték, magyar válogatottról, vagy esetleg más országbeli válogatottról beszélek, legyen a szerb, de igazából véve remek emberek, remek karakterek, és én azt gondolom, hogy aki játék
játékosból átmenve edzővé vagy vezetővé a saját karakterét hiba nélkül át tudja menteni, azoknak lehetőséget kell biztosítani a magyar futballba, vagy mondhatni a magyar sportba, hogy ezt a fiataloknak át tudják adni. Ebbe Ózd szeretne élen járni, úgy gondoljuk, hogy élen is járunk, és erre nagyon büszkék is vagyunk. Olvastam, hogy még nem nyertitek meg a bajnokságot, tehát még ne örüljönek, ugye? Volt valami ilyesmi kis megjegyzésed. Már sokan már ugye... Nyilvánvaló ezt az első pillanattól egyébként az őszi szezonon, hogy elkezdődött ezt halljuk, hogy hú, aztán itt az Óznak nincs ellenfele, meg nincs, nincs más esélyes, csak az Óz. Nyilván egy bajnokság, amikor véget ér, akkor szoktak győztest hirdetni, mi ennek a tézisnek nem akarunk ellent mondani. Akkor fognak majd győztes hirdetni, amikor az utolsó forduló után is az Ózd áll az első helyen, és azt azért ne felejtsük el, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség versenykírása szerint a megyei bajnokok osztályozó mérkőzéseket játszanak. Ezek az osztályozó mérkőzések nem a könnyű kategóriába tartoznak, hiszen rengeteg olyan csapat van, csak egyet-kettőt, Veszprém, Balassagyarmat, tehát komoly nagy futballmúlttal rendelkező városok is hajtanak erre az osztályozóra, vezetik a bajnokságot, van, aki nagyobb különbséggel vezeti a bajnokságot, azért figyeljük mi ezeket az ellenfeleket, és nyilván a sorsolás szeszélye folytán bárkit megkaphatunk ellenfélül, azon is keresztül kell rágni magunkat, hogyha az NB3-ba fel akarunk jutni. Akkor még van miért izgulni? Hát az nagy baj lenne, ha csak izgulnánk, inkább dolgozunk érte, az előbb említettem az Oránt. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy úgy érezzük, hogy egy helyi kötődésből felálló kerettel tudunk neki menni majd az osztályozónak. Van 3-4 olyan fiunk, akiket nyilván az elvégzett edzésmunka alapján, hiszen azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Ózdon azért a heti 8 edzés az kötelező jelleggel megvan minden játékosnak, plusz a mérkőzés. A Gálidi Gyurinál is, az Oránnál is, a Váridi Petinél utánpótlással is azért bőven nem egyes szintű edzésmunkát végeznek, ezt biztosan kimerem állítani. Szakmai tartalom, azért láttam egy-két csapatnál dolgoztam már, láttam egy-két felkészülést is, meg láttam egy-két évközbeni edzést is, úgy ezres nagyságrendben. Én azt bátran kimerem jelenteni, hogy Ózdon semmivel nem folyik gyengébb szakmai munka, mint az NB1-be, sőt van, ahol más mutatók alapján meg is előzzük az NB1-et. Igazolások lesznek? Tehát ilyen valami nagy igazolásra gondoltam most ilyen nagyobb skalpra ezek után, hogy most ugye Kuntics, ugye Várhidi. Most játékosként. Nem, ezeket az embereket pontosan azért szerződtettük, mert úgy gondoljuk, hogy rengeteg tehetség van Ózdon és a környékén is, sőt Borsod megyébe. Ezekből próbáljuk összeszedni, és egy olyan munkába beállítani őket, amilyet ezek az emberek képviselnek, amilyet ezek az edzők el tudnak végeztetni. Nyilván ez egy szűrés is, van, aki alkalmas rá, van, aki nem alkalmas rá, de maga a gondolatmenet, meg maga a cél az, hogy minél több helyi kötődésű, vagy Borsod megyei labdarúgó kerüljön a keretbe. Ez az első pillanattól kezdve így, amikor először itt voltam nálad, akkor is erről beszéltünk. Jó. Ezen nem változtatunk, ez így fog működni. Jó. Mi a helyzet a többi szakosztállyal, Ózdom? Hogy álltok? Január végére sikerül végre a közgyűlésünket olyan állapotba, tehát összeültetni ebben a körben. Nyilván névváltozás, szeretnénk a régi nevekből valamelyiket visszavenni, Ózdi Kohászként későbbiekben tovább szerepelni, már úgy neki menni az álmainknak a következő szezonra, hogy ezt Ózdi Kohászként tehessük meg. Uh-huh. Amire a gyereklétszámunk, hál' az Istennek, az továbbiakban is fejlődik. Egyre inkább kezdik a városi iskolavezetők is megérteni azt, hogy egy nagyon jó alternatívát mutat az ózdi futball, vagy az ózdi sportélet a fiatalok helyhez való kötődéséhez, aztán onnan való tovább lépéséhez. Úgyhogy ebből a szempontból én nyugodt vagyok, mert ugyan rengeteg munka, de én azt gondolom, hogy meg fogja ez nagyon élni. Elég, hogy csak annyit mondok, hogy véleményünk szerint van már most
98-99-es korosztályban 3-4 utánpótlás válogatott jelöltünk, akit nyugodtan ajánlnánk a szövetség kapitánynokhoz. Én tudom, hogy ilyenkor jönnek ezek a sztereotípiák, hogy megy egy, meg mit képzel ez magáról. Én azt mondom, egy-egy scoutot le lehet küldeni, hogy ma szokták őket nevezni, igen, a játékos megfigyelőket, aztán lehet pislogni, mert van ott olyan, aki ezt a magyar futballszekrét egy kicsit tudja vállával még lögdösni fölfelé. Vannak nagyon tehetséges fiataljaink. Az jó. Mióta nem beszéltünk, azóta ugye a futball, most elsősorban a futball Európa bajnokság, illetve hát a selejtező felé fordul most, mert ugye márciusban már kezdődnek a selejtezők. Tudjuk most már a csoportot, tudjuk azt is, hogy mikor kivel kezdünk. Mi a véleményed? Hát a véleményem az mindig egybeesik avval, amit a szívem szeretne. Magyarként nyilvánvaló, hogy azt szeretném, hogy ezt a csoportot csoport elsőként hibátlan átlaggal le tudjuk. Én vagyok annyira optimista, hogy azt mondjam, hogy ennek reális esélye van. Mert egy rossz szurkoló vagy, azért. Hál' az Istennek, az is maradtam. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez a magyar válogatott hibátlan le tudná, pontveszteség nélkül. Pont ezért vagy rossz szurkoló, mert ugye megjelent a nemzeti sportba, igen, ugye az, hogy pontosan ez a baj a magyar szurkolókkal. Hogy a szurkolók jelentős része a sikert jobban szereti a sportnál. És minden szurkoló, tehát többség azért megy ki, hogy győzelmet lásson, holott ez butaság, mert a sportot kell szeretni, nem a győzelmet. Na, azért mondom, tehát ilyen szempontból jó, most, amit ők kommunikálnak ki, akkor te hát nem vagy jó szurkoló. Jó, hát ebből a szempontból ugye rossz helyen kopogtatunk mind a ketten, mert hogy én szurkolóból lettem sportvezető, tehát én a fiatalságomat szurkolóként töltöttem, amire a mai napig rettentően büszke vagyok. Méghozzá nem is akármelyik csapatét, hanem a Ferencvárosiak szurkolók azóta is, úgy alapjáraton. De én azt mondom, hogy magyar emberként nem akarok ebből a szempontból csak szurkoló lenni. Tehát igen, én a sikerre vágyom. Én azt szeretném, hogyha a magyar futball az Európában mindenkit verne, és ez hagyja, hogy ezt szeretném, de én erre még reális esélyt is látok. Amit azt gondolom, hogy nem csak a történelmünk ad, hiszen azért ez az ország, ez volt Európa vagy a világ vezető futballhatalmai között az első helyen. 1986-ban Európában is, vagy a FIFA rangsoron is első, de nem is, tehát nem ezek a statisztikai dolgok, hanem azt gondolom, hogy, és én ezt vallom, én ezt hiszem, én ezt ózdon hirdetem, én azt gondolom, hogy Európában a magyarnál tehetségesebb nemzet sportba, vagy azon belül a labdarúgásba nincs, és nem is létezett soha. Én ebben 1000%-ig biztos vagyok, azért vagyok biztos, mert ezt támasztják azok a külföldi szakemberekkel folytatott beszélgetések, akikkel vagy együtt dolgoztam, vagy későbbiek folyamán még azt se kizárt, hogy együtt fogok dolgozni, de azért komoly szaktekintélyek voltak, és itt azért hagyj említsem meg Szeb Latternak a nevét, akivel egyszer volt szerencsém találkozni hivatalosan is 2006-ban, amikor a videótól, vagy akkor Fehérvár FC-vel szerepeltük az UEFA kupába, és meghívta a magyarságunkra való tekintettel, meghívta az egész csapatvezetést a FIFA székházba egy ebédre, aki ott azt mondta nekünk, ugye az egy dolog, hogy Puskásnak rettentő nagy rajongója volt, ez látszik, Puskásdi FIFA, ő indította el, de igazából véve, vagy az ő égisze, az ő időszaka alatt lett elindítva ez a díj, de igazából véve visszatérve, ő is azt mondta, hogy egyszerűen fogalma nincs, hogy Magyarország miért bukdácsol, pedig akkor azért még talán a mostanál erősebb színvonal volt, hiszen ez a nép, ez tele van tehetségekkel. Egyébként én is ezt tapasztalom. Az egy másik történet, hogy visszatérve a futballra, meg a magyar válogatottra,
Mi nagyon-nagyon-nagyon rosszul bánunk a tehetségeinkkel. Rettentően rosszul bánunk, nyilván ennek megvan, megvan az indoka. Ez mit jelent, hogy nem veszük őket észre, vagy mit jelent? Nem, én azt mondom, hogy nem veszük őket részre, nem a tehetségüknek megfelelő szakmai munkát kapják a legkisebb kortól. És ebbe borzalmas nagy hibákat vétünk. Sőt, aki eljut esetleg mondjuk az NB1-es szintig és tehetséges fiatal, 17-18 éves, azokat az embereket meg nagyon-nagyon rosszul menedzseljük. Ez egy nagyon csúnya szó, de azok ugye gyakorlatilag már fiatalkorban kikerülnek a klubok érdekeltség körébe, menedzsereik vannak, ez igen, az amaz, kikerülnek. Nem kapják meg azt a nevelő munkát, amit meg kéne kapni, és egyszerűen nem vagyunk hajlandók avval szembenézni, hogy az magyar NB1, még az NB1-es csapatok is, igenis nevelő egyesületek. Tehát ezt el kéne mondani, nekünk Európában vagy a világban nevelnünk kéne futballistákat, és ezeket a futballistákat értékesítve gyakorlatilag egy olyan magyar válogatottat kinevelni vagy kiválogatni, aki Európában vagy a világon bármikor, bármilyen tornán meg tudja állni a helyét. Nézd meg, én most olvastam az újságban, 110 külföldi van az NB1-es csapatoknál. Katasztrófa. Tehát katasztrófa, én nem is értem ezt az egészet. És arra nem is beszélve, csak 12 csapatos az NB1, tehát nagyon nem kicsi, csak nagyon kicsi az esély matematikailag, hogy egy-két fiatal bekerüljön, mert kevés csapat is van az NB1-ben. Ennyi külföldi van benne? Igen, tehát most az, hogy 12, 14 vagy 16, az egy állapot. A külföldiek létszáma is katasztrofálisan sok, a magyar futball szempontjait figyelembe véve, és a minősége még ennél is rosszabb. Tehát nem avval van probléma, hogy valaki külföldi, hanem avval van probléma, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség ebben az esetben az, hogy külföldi, azt nem állítja fal elé avval, hogy azt mondja, hogy oké, gyere külföldiként, de minimum 50-szeres válogatottnak kell lenni a hazádba, vagy 25-szeresnek. Mert az valamiféle színvonalat jelent. Nincs tartozik követel oldal, áramolnak be ezek az ügyetlen senkik, de szó szerint, tehát ezek aztán az igazi gazdasági migránsok, bocsánat, áramolnak be, és a magyar fiataltól elveszik a helyet. Az edzők mindig azt mondták, hogy ó, de hát olyan drága a magyar fiatal. Te ember, hát persze, hogy drága a magyar fiatal. Hát hogy ne lenne drága? Hát a meglévő fennmaradó kvótaszámot, ugye annak a 30%-át a csókosok elveszik. Ez a menedzser, az szólt oda, ez nagyon ügyes, az nagyon jó, de hogy jó, fogalma nincs, föl akarja venni a pénzt, oda kerül. A tehetségek meg szanaszéjjel az országba, különböző osztályokba killódnak, majd azt mondják nekik, hát te nem tudsz ide visszatérni, hát te NB3-ban játszol, hát ott nincs felkészülés, hát ott hármat edzetek, te megy egybe játszol, ott kettőcsed, hogy akarod ezt a színvonalat? Simán tudják ezt a színvonalat, mert ugye Magyarországon a színvonal, mint olyan, megszűnt az első osztályba. Ez nem színvonal. 40 vagy 50 valahanyadikok vagyunk a világranglistán. Istenkém, hát akkor legalább adjuk már oda a magyarnak a lehetőséget, hogy azt az 50 valahanyadik helyet fölvigye a 45-re vagy a 40-re, de akkor tudjuk, hogy magyarokkal. Igen, csak a tulajdonos azt mondja, hogy én saját pénzemből azt sem, amit akarok. Hát azért vannak ebből a saját pénzem történettel, azért vannak fenntartásai. Tudom, de jelen pillanatban ugye kifelé, ugye ez van, és ezt játszak el. Kérdezem tőled, akkor visszakérdezek. Ez egy másik beszélgetés, egy hosszabb tartalmú érveket, ellenérveket lehet felsorokozni. De kérdezem én, az az egyesület, aki 6-8-10 éve pénzt kap azért súlyos 200-300 milliókat, hogy akadémiát üzemeltet, hogy mer egy külföldit tartani? Hogy? Tehát az állam nem teszi oda, tehát ez borzalom. Az állam nem teszi oda azt a féket, hogy semmi gond, én az utánpótlásodat támogatom, mert ez állami feladat, ezt meg kell csinálni, és hozzá kell, hogy tegyem. Hála az Istennek, hogy a magyar kormány ehhez így áll hozzá. Tényleg hála az Istennek, mert egyébként itt senki egy fillért nem adna. Bármelyik tulajdonos itt egy fillért nem adna. De ettől függetlenül a magyar kormány azt mondja, oké, oda lehet adni 250 milliót, 280 milliót. Na de azt nem mondja, hogy két év múlva én a csapatodban nem akarok külföldit meglátni. Ez kellene? Hogyne.
Hát hogy ne? Hát ez a magyar fiatal tolni kell. Mi itt élünk Magyarországon. Igen, igen. Mi a saját gyerekeinkért áldozunk. Uh-huh. A saját pénzünket a saját gyerekeinkért. Én kérdezem tőled, itt nagyon sokszor elmondtam, én is egy háromgyerekes fiúgyermekes apa vagyok, akinek mind a három gyermeke futballozott, a kettő a mai napig még ebből él, vagy ezt csinálja. Hát a családi költségvetésből per gyerek 501 millió forint között vitt el évente. De ez mindegyik családnál, bármilyen sportot csinálsz. És akkor jön egy külföldi, és a mi gyerekünknek, amit odaadtunk pénzt szülőként, és azt mondtuk, hogy csináld fiam, mert van értelme, egy ilyen idióta külföldi, azt mondja, hogy nem, mert én most jobban megérem a tulajdonosnak. Hát, jó, sajnos időnk lejárt. Igen? Mit hoznál, ha már itt tartunk utolsó mondatként? Hány külföldi játszhatna most ebben a gyenge NB1-es bajnokságban? Én azt mondom, hogy csapatonként és keretenként, tehát ha veszünk 25-öt, három külföldi minimum 25-szörös válogatottsággal. És nyilván azokkal az anyagi paraméterekkel, amikkel egy ilyen játékos ide jön. Egy baj van. 25-szörös, hazájában 25-szörös válogatottsággal lévő játékos a magyar bajnokságba nem jön. Tényleg utolsó zárásként, szerinted meg tudja hozni? El lehet érni azt? Van-e beráció, hogy a kormány hozzon egy ilyen döntést? Én azt gondolom, hogy a magyar kormány, amikor eldöntötte, most már 10 éve, ugye 2010, lassan 10 éve, amikor eldöntötte, hogy a sport mellé áll, akkor a magyar kormánynak is meg kellett tanulnia azt az utat, hogy mit és hogyan és miképpen érdemes és kell finanszírozni állami segítséggel. Igen. A magyar kormány ma már eljutott oda, hogy a magyar labdarúgásnak föltegye a kérdést. Rengeteg pénzt adtunk nektek, vagy a magyar sportnak, rengeteg pénzt adtunk, hogy egy utánpótlást fölneveljetek. Hol van az az egy, akit föl tudtok mutatni? Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.